Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Egy kicsit túlvezérelt anyuka süteményeket sütött egy iskolában a gyerekeknek. Hát ez önmagában még néhány. Ez még önmagában egyébként nem sok. Ez egy semmi. Állami iskola. Ez egy átlagos SMK-s tett. Igen, ez egy átlagos SMK-s tett, ezzel nincs is nagyon nagy baj. De hogy ő vagina sütőket sütött egyébként, és ezeket elvitte, vagy bevitte az iskolába. És hát ott mindenki szájtátva nézte ezeket a süteményeket, amíg a nő elmondta, hogy ő ezeket azért sütötte, hogy biztos fel tudja majd a tanár használni, hogy tanítson valami hasznosat is a gyerekeknek a női nemi szervről. Bizony. És ezért sok-sok kis rózsaszín süteményből nagyon helyes formájú süteményeket sütött, és egy-egy megy darabbal éreztette, hogy van ezeknek a süteményeknek a tetején valami, ami aha, oda kell. Hát konkrétan még a meggyel önmagával nem lenne baj, az a baj, ha ránézel a sütikre, akkor ott minden van. Tehát aha, szemérek, ajak, ja, kis igen, ajak, jó. Tehát minden. Hát hagyjuk is, szerintem. Ez nem hiszem, részleteket, hogy csúlya szó lenne, csak mondtam, hogy nem egy meggyel van, hanem ott konkrét. Ja, csak azért az a kedvéért mondtad el, akik még nem láttak női nemi szervet, ne, akkor ebben az esetben... Nem értjük, hogy miért van ott a megy, próbáltam. De jó. Próbáltam nagyon kép... próbáltam képletesen körbe. Ezeket a szavakat. Tehát nekem alapjában, amivel gondolom ezzel, nekem csak az, hogy miért nem a biológia tanárnőre bízza a kedves szülő az oktatást. De hogy milyen elképesztően túlvezérelt szülők vannak. Ő odaadta a társüteményt az egyik tanárnőnek. A tanárnő azt mondta, hogy nem adhatja ezt oda a gyerekeknek, mert hogy ebből nagyon nagy balhé lesz, ennek a szülők nem örülnek. Látom a fotókat egyébként, érdekesen néznek ki ezek a sütemények tényleg. A nő erre kikelt magából, és elkezdett üvölteni az egész osztály előtt, hogy ő nagyon büszke arra, hogy neki vaginája van. És hogy hogy merik azt megcsinálni, hogy ezeket a süteményeket nem adják oda egyébként a gyerekeknek, akik ebből egyébként nagyon sokat tanulhatnak. Bocsánat, csak hagyj el, hogy egy süteménynek az alapvető funkciója az, hogy a végén a gyerekek elfogyasztanak. Na de te is megnézed, hogy mit teszel. Neki. Aha, igen, de hát, hogy így... A nap végén a tanárnőnek írt egy hosszú e-mailt, amiben lesújtó véleményét fejezte ki egyébként a tanárnőről és az iskoláról, hogy hogy nem engedik ezt a gyerekek közelébe. És hogy van az, hogy egy ilyen társütemény nem ehetnek meg a gyerekek, és ebből nem tanulhatnak, mert hogy nem tanulják meg a nőiességet. És a nőiesség elfogadását. Sütin keresztül. És a süteményen keresztül, és hogy kiveszi a gyerekét, gondolom, milyen szülők vannak, kiveszi a gyerekét, nehogy olyan közegben tanuljon, ahol nem fogadják el a nőiességet. Aha. Milyen ízűek voltak a sütemények? Ne, ez nem szól a ugye? Hír. Tehát, hogy így, ezért nincs értelme ennek a történet, tehát nincs értelme ennek az egésznek. Ez a néni egy picit így mellé lőtt ezzel a dologgal, úgy érzem. Mert akkor legközelebb mi lesz? Majd egyszer egy kedves apuka is csinál majd egy tálca süteményt a gyerekeknek. Ne, egy, mert ha figyel, ha nem, akkor az diszkrimináció. Érted? Akkor csak az egyik oldalt mutatod be, igazad van. Ha nincs a másik oldal, bizony, egy apuka keze állta, megformázva, akkor ja, az egy oldal. És akkor az egyik kedves szülő, aki viszont urológus, és nagyon büszke a hivatására, majd legközelebb ő is süt valamit. Nincs rosszabb egyébként az ilyen típuson túlvezérelt szülőknél, nem? Aki a család drámájának érzi az osztálykirándulást, aki úgy gondolja, hogy ha te a gyerekét el akarod vinni valahova, mint iskola, akkor ő ezt kikéri magának, mert az a gyerek ellen elkövetett erőszakos. Tehát minden osztályban legalább van szerintem 2-3 olyan gyerek, akinek az apukája vagy az anyukája ilyen. Nem? Igen. Ez teljesen tipikus most, hogy ő süteményt süt azért, hogy felvállalja a nőiességet és megmutassa, hogy ő valójában nő, és ordítson a gyerekek előtt, hogy miért nem ették meg a vaginát. Ezzel nincs. Miért nem ették meg a muffinjaimat? Igen, kikérem magamnak, hogy kidobták az összes muffint. Igen. De most nem is erről a konkrét esetről akarok beszélni, hanem arról szerintem, hogy a hallgatóinknak is van olyan tapasztalata, hogy az ő osztályukban, vagy ahova a gyerek jár abban az osztályban, van 2-3 szülő, aki minden reggel, minden délután, minden pillanatban mindig úgy érzi, hogy kardot kell rántani, harcolni, és megküzdeni az igazáért. Vagy a gyereken keresztül, Pistikén keresztül, vagy a többi szülőn keresztül. Nem így van? Mindenhol vannak ilyenek. A túlvezérelt szülő. Igen. Aki jön, megy, fontoskodik, intézi, jobban tudja, leszúr, megvádol, tolja előre a gyereket, összeveszik a tanárral. Ugye? Hasonló, mint az SMK, de még jobban elvetem. Van egy speciálisabb szegmense is ennek a vonulatnak, amit te mondasz, ez a hivatásos megsértődő. Tehát aki még mielőtt bármi is történik, még mielőtt igazából válaszolni tudnának az e-mailre, hát a többi szülők. Jó, hát akkor nem megyünk. Jó, én csak megpróbáltam. Én próbálok meg közösséget kovácsolni ebből a csürhéből. Elnézést. Bocsánat, hogy próbálok megtenni valamit az osztályért, a közösségért, mindannyiunkért. Elnézést.
Bocs! És még nem mondott semmit. És még nem mondott semmit. Van a szülő értekezlete hosszan beszélő, azt megfigyeltétek? Az is egy állandó típus. Hogy kérdezi a tanárnő, hogy szeretne valaki felszólalni. És akkor jön egy túlvezérelt anyuka vagy apuka, és elindítja az ő gyerekkorától. Igen. És kiderül, hogy valami egyébként be nem fizetett osztálypénz a frusztrációja, amit rajta egyszer számon kértek, és egy mondatban el lehetne mondani. De elindul, és 8,5 percen keresztül mondja, és már mindenki tudott, borul rá az asztalra, nyitja az ablakot. Mit kedves akarsz? Tanárnő, mondd már ki, hogy mit akarsz. Margánétot hajnal, kedves szülő. Néhány szót. Ábel apuka, Balogné, Horváth Teréz, Csordás József, és mondja végig az egészet, hogy nehogy valaki véletlenül megbántodjon. Abszolút tipikus. Abszolút nálunk tipikus most egyébként. Volt egy fölmérés az óvodában, ilyen motoros mozgás kimaradást néztek meg, hogy az megvan-e vagy a szülőknél? Meg, nem a gyerekeknél, ja. És amit én 30 gyerekből 16 az beleesik ebbe, hogy kimaradt. És ezt egy egyszerű fejlesztő tornával egyébként lehet pótolni, de mi történik ilyenkor? Be kéne vinni a gyerekedet, hiszen heti kétszer kell erre menni, reggel van egy másfél óra. Mi történik ilyenkor? Bőszülők közül van azért néhány, aki fölháborodik azon, hogy az ő gyereke ide került, és mindenki próbálja mondani, hogy de ez jó, mert most derült ki, érted? És meg lehet oldani. És onnantól kezdve semmi más nem érdekli, csak az, hogy az ő gyereke az nem tartodik ebbe a kasztba. Neki nem ilyen a gyereke, és tűzön vizen át megy. Igen, a saját gyerekét a legokosabbnak látó az is egy típus. Sok típus van. A saját gyereked a legokosabb, és igen. Most azon már összeesküvés elmélet van, tudod, mennyibe kerül ez majd neked havonta? És ez semmit nem ér, ez azért van, hogy ők meggazdagodjanak! És már mondja, és mondjuk, hogy nem azért van, hogy a gyereked normálisan fejlődjön a későbbiekben. Érted? Vidd el tornázni, mert jó. Nem? Kivesznek havi, nem tudom mennyit a sebedből. Igen. Várja, a motoros kibaradás, ez a Harley Fesztivál? Az, de csak akkor, ha nem mész el. Ja, ha csak nem mész el. És ilyenkor például az, amikor tényleg kiderül, hogy kisebbségben van ezzel a problémával, ami olyan probléma, hogy meg kell oldani a szülőnek, hát nyilván felelősségtudattal meg kell oldania, akkor ő azt mondja, hogy nem az enyém a kivétel, az összes többi. Igen, ez is egy jó állás. Nem az enyémmel van baj. Nem. Veletek. Érted? Én változom. Ha változzatok ti. Ti vagytok tizen. Igen, van, aki nem hajlandó elfogadni, hogy az ő gyereke valamiben rossz. Ugye? Az a szülőtípus is egyébként, egy abszolút létező szülőtípus, amikor kikéri magának, és bárki mondja neki, hogy az ő gyereke ez, vagy azt csinálja, vagy ilyen, vagy olyan, képtelen. Képtelen elfogadni. És egó kérdést csinál abból, hogy az ő gyereke a legjobb. Igen. Nem? Az is nagyon tipikus. Szereti a zsírkrétát csak enni. Igen, nem mindegy anyuka. Nem. Na de milyen szépen mond verset, olyankor, amikor másik oldalt próbál erősíteni, hogy amiben egy egge, azt felejtsük el. Szegény tanárok azért nekik sem lehet könnyű, ugye? Gondolod, de 30 gyerek, 30 szülő, mindenki azt gondolja, hogy az övével foglalkozzál egyenként, az övé a legokosabb, az övé a legügyesebb. Mindegyiket külön megbirkozni, meggyőzni. Szóval azért mennyire kemény meló, nem? És egy ilyennel, aki bejön, és ő ugye a sütis néni, akinek szent meggyőződése, hogy ő a világ legjobb dolgát csinálja most, azzal, hogy ilyen sütiket hoz. Ő tett a gyerekekért. Meg. Igen. És akkor és őt megállítja a pedagógus. Megállítja ebben a szent célban, hogy a női nemi szervet népszerűsítsük a hatodik osztályosoknál. Miért? Hát majd a biológia tanárnő. Szerintem a gyerekek észre se vették volna. Ne, hát egyébként simán. Nem vették volna észre, de a felnőtt, felnőtt agynak jut eszébe egy süteményről. De elhiszed egyébként, hogy a felnőtt agy is úgy gondolkodott abban a pillanatban, amikor meglátták azt a tálca süteményt, hogy próbáltak valami másra gondolni. Jó. Mire hasonlít még? Mi lehet még? Mert biztos nem az. Nyíló virágszirom. Tud, igen, tudti, hogy nem az. Szerintem ez egy oroszlánszáj nevű dísznövé. Igen. Fú, nem lennék azért a tanárok helyében, amikor nem, ilyen, szülők, ilyen típusú szülőkkel kell megbírkozni. Nagyon nehéz, mert tényleg, hogyha lecsipegetik így fathajtásokat meg, hogyha mondjuk így próbálnak egy ilyen egységes masszát formálni az egész társaságból, az se jó, mert akkor ott tényleg a gyerekeknek az egyénisége nem kap elég teret a fejlődésre. Viszont, hogyha meg hagyják őket, úgymond valamilyen formában így kiteljesedni, akkor meg lehet, hogy túlbúrjánzanak. És az se jó. Tehát, hogy nekik valahol az arany középutat kell betartaniuk. És nem szabad, nem szabad egyik szülőnek a javára sem dönteni semmilyen ügyben, mert hogyha adott esetben hoznak egy ilyen döntést, akkor az egy hivatkozási alap lehet majd egy másik szülőnek. Ja, hát a múltkor ő megkapta a négyest. Pedig, igen. Ha jól emléksz, és akkor ez. És ezek a kis csaták nap, mint nap. Igen.
Tanárok nyilván már bent vannak egyébként az órán, de írjanak már nekünk egy-két SMS-t, ha de tudnak, vagy ki. Hallgatnak. Jöjjenek, igen, írják meg, menjenek vissza, hogy milyen típusú szülőkkel találkoznak. Gondolok itt például arra, hogy nálunk volt olyan szülő az oviban, aki nem engedte el a gyerekét a kirándulásra, és elkérte a csoportpénzből a gyerekre eső kirándulási pénz. Tehát milyen típusú szülőkkel találkozni óvodában, iskolákban, mik a tipikus szülői jellemzők. A szülői értekezeten van a tök hülye szülő. Semmi értelme a kérdéseinek, de akkor is kérdez. Abszolút tipikus. Hát nem érted, hogy hova kapcsolódik az a kérdés, és nem érted, hogy miről szól, és nem tudod a választ se. És ő mindig kérdez. Mert ti nem vagytok benne, ti az ilyen szülők nem vagytok benne rendesen a munkaközösségbe. Ő már mélyre ásta magát, érted? Ő már olyan szinteket feszeget, amit ti nem láttok. Azért teszi fel a kérdését. Igen. Képzett matematika tanárként három jegyű számok összeadása. A szülő megjegyezte a szülő értekezeten, hogy miért adok olyan feladatokat nekik, amit én se tudok megoldani. Oh. Uh-huh. Már hogy a szülő, vagy a tanár. Már most vagy a szülő, vagy a tanár, de igen. Hogy nem tudja megoldani. Igen. Hogy miért kap ilyen feladatot a gyerek. Szólnál szülő értekezleten ezért? Nem, nem valószínű. Nem? Nem valószínű, nem. Hogy hát, szólnál. Igen, meg pláne úgy nem, hogyha nem az osztályfőnök a szaktanár. Tehát, hogy akkor megkeresed a szaktanárt, és akkor megbeszéled vele a dolgot. Na igen. Abszolút. De ilyenkor még csak őszinte se lehet a tanár, tehát nem mondhatja azt, hogy hát azért, hogy a fia ne legyen olyan hülye, mint maga. Igen, ezt nem mondhatod. Ezt így nem mondhatod ki. Nem barizhatsz tanárként. Lehet, hogy kellene egy ilyen őszintességi nap, nem? Így havonta, vagy mit tudom én, negyed évente egyszer. Igen. Na most adjuk el, ne felejtsük el. Hát elmúlt negyed évben azért mondtam olyan dolgokat, amiket nem gondoltam igazán, úgy meg egy picit azt gondolom, hogy a sarkokat így legömböítettem, de most nézze, ma van az őszinteség nap. Én még ilyen hülyével, mint maga nem találkoztam. És az életben maga, hát én nem tudom. Én komolyan mondom, állami gondozásba adnám ezt a gyereket. Hogy nem. Milyen szép lenne ezt megcsinálhatnánk, nem? Egy évben egyszer lenne nekik egy ilyen. Igen, hogy bármit elmondhatnak. Köszi srácok, ma megyek szülőire. Hajrá! Segítséget kérek a túléléshez, már előre félek, meddig fog tartani. A hátsó sorba üljél, nagyon közel az ajtóhoz. Igen, a jelentéktelen vitákkal és egyéni problémákkal húzzák az időt. Ezt Márti küldte nekünk, igen. Morning Show. Egy nagyon érdekes kísérlet. Méghozzá elsősorban szerintem azoknak lehet fontos, akik online ismerkednek, mert hogy egy amerikai társaság kipróbálta, mi történik, ha egy lány túlsúlyosan megy el egy online megbeszélt randira. Tehát úgy, hogy nem tudja a fiú, hogy kimegy, ugye? Tehát online összeismerkednek, ott lehet, hogy van egy kép, egy igen. Jó minőségű fotó, mondjuk csak arcról, ahol akár nem is látszik, hogy egy picit duci a lány, vagy túlsúlyos, és így elmegy, és amikor ő odaérkezik, akkor... Igen, három amerikai férfi készítette ezt a videót, hogy mi a helyzet az online randizással, ezt próbálták megfejteni. És a videón elmondják, hogy a nők... Mi a nők legnagyobb félelme egy online randin? Mi a férfiak legnagyobb félelme egy online randin? És kiderült, hogy a nők attól félnek, hogy sorozatgyilkossal találkoznak. Oh. Tehát fölviszi őket, megerőszakolja őket, csúnya dolgokat csinál, úgyhogy ebben nem mennek bele. A férfiak pedig attól rettegnek a leginkább, hogy a nő, akivel találkozni fognak, túlsúlyos. Ez egy komoly esettanulmány egyébként, hogy a férfiak félnek a kövér nőktől, vagy legalábbis mint pár nem tudják elképzelni, mert nincs benne a szépségről alkotott elképzelésükben az, hogy valaki mondjuk túlsúlyos legyen. Engem például az ápolatlan fogsor sokkal jobban zavarna, mint a túlsúly. Hát nézze, ott ülnék valakivel randizom, és nem lennének fogai, engem is nagyon zavarna. Ez egy nyomásér volt, igen. Igen. És az rá zavar még az orrszűr is. Főleg, ha egy lánynak. Szóval az ápolatlan fogsor az azért, mert azt szerintem mindenkit zavar, de azért a túlsúly az ugye az egy olyan dolog, van, aki elfogadja, van, aki nem. Érdekes a videó, mert hogy fiatal csinos nőket kértek meg arra, hogy alkalmazáson keresztül szervezzenek le maguknak randit, és csak akkor váltak kövérré, amikor megjelentek ezen a randin. És azt nézték, hogy végigüli-e a férfi a randit, vagy pedig föláll. Elmentek, mutatják a kísérletet, érdekes a videó, arról szól, hogy három helyes csajt elkezdenek maszkírozni, beraknak a hasuk alá valamit, és pufin érkeznek meg erre a randevúra, és elmondják, hogy miért hisztak meg velük, mi történt, stb. És öt férfiből mindössze egyetlen egy ülte végig a randit, és beszélgetett a lánnyal. Neki végén elmondták egyébként, hogy ez egy kísérlet, és hogy ő volt az egyetlen, aki végülte. A többiek azok felálltak, vajon? Kifogást kerestek, és elmentek. És megcsinálták fordítva is ezt a kísérletet, ami arról szólt, hogy egy túlsúlyosnak öltöztetett férfival összehozták a nőket,
és a nők, hogy mennyivel több empátia van bennük, és mennyivel értelmesebbek szerintem, mint a férfiak, megdöbbentek, de mindannyian kedvesek voltak, és 5-ből 5 nő egyébként végigülte a randit. Mert nagy maci. Igen. Hát, és a végén még meg is döbbentek, hogy milyen jól érzik magukat egyébként azzal a nővel. Aha, más valószínűleg az indítatás, tehát a hapsik, ez a 4, aki fölállt, ők valószínűleg szexpartnert kerestek, nem? Tehát ők nem hosszú távú kapcsolatban gondolkodtak, hanem oda mentek, hogy hát, ha lesz belőle valami, és akkor azt mondta, hogy hát egy kicsit plusz size a nő, azt hiszem így mondjam, a modernül, akkor azzal nem foglalkozom. Igen, és a nők benne voltak a következő randiban a ducib vagy kövérebb pasival. Amíg a kövér pasi vagy a kövér nők, akik érkeztek, ugye ott a pasik 5-ből 4 teljesen egyértelműen lelépett, elmenekült, és ott hagyták a duci nőket. Mert ilyenek fordítva ez működik. Ilyenek a nők. Ilyenek a nők, ez az intelligencia, tényleg úgy néznek a kövér férfire, mint mondjuk a Michelangelo egy hatalmas márványtömre, hogy benne van a Dávid szobor. Mélyen. Ott van benne. Ott van benne. De. Nem, valószínű, hogy itt egy ilyen természetes kódolás van, hogy a nőnek egy duci férfi az maga a biztonság, amit ad, nem, egyfajta ilyen apakép, hogy jó hozzábújni, hogy mackós, hogy a sok nőt nem zavarja egy pasi duci. Míg azért a férfiaknál van egy kép, egyfajta szépségideál, amihez azért a legtöbb férfi ragaszkodik, és 10-ből 9 férfi a jó nőket és a modell alakú nőket nézi meg. Viszont aki lehet igaz a Ferinek, nem mindenki, nyilván van, aki a duci nőket szereti, de több férfi szereti a normál testalakatú nőket, mint a hány nő szereti mondjuk a duci férfiakat. Ez marha érdekes, mert ugye a hosszú évszázadokon keresztül tényleg a nagyobb, testesebb, endomorfabb típusú hölgyek jelentették a szimbólumot, az anyaságnak a szimbólumát, és itt jöhet elő szerintem az, amit a Feri mondott, hogy igen, ezek az urak valószínűleg inkább szexpartnert kerestek maguknak, semmint egy társat. Tehát egy nő viszont, ha elmegy egy ilyen randira, akkor valószínűleg ő hosszú távban gondolkozik. Tehát kíváncsi arra, hogy mi van belül, de ugye nem az Adoniszt keresi belül, hanem hogy lehet-e vele beszélgetni, mit gondol a világról. Plusz a nők ezeket a dolgokat mindig is jobban kezelték, tehát tényleg türelmesebbek. A hapsi odamegy, és azt mondja, hogy hát elsőre cicám, te nem jöttél be nekem, mert van rajta 20-20 kiló, akkor nincs miről beszélgessünk. Szóval, hogy így szerintem... Igen. Meg a férfi határozott képpel megy oda, tehát ő már azt elképzeli, hogy lejátsza magában, amíg a nők valójában sokkal tényleg empatikusabbak, és azt mondja, hogy jó, kicsit ducibb, nem baj, még így is tetszett egyébként, igen. Írjanak azok nekünk, akik online szoktak ismerkedni. Szerintem egyébként az online ismerkedések 80%-a azért leginkább a szexről szól, nem? Hosszú távú kapcsolatot keresel te online? Egy bizonyos kor fölött lehet. Tehát ha valaki mondjuk, nem tudom, 50-60 évesen online ismerkedik, ott már nem biztos, hogy a szex a mozgatórugója. De fiataloknál, vagy a 30-40 éveseknél az online ismerkedés nagy része arról szól, nem? Amellett, hogy nagyon sok magányos ember van fent online, aki mondjuk nem tud különböző interakciókba lépni emberekkel. Mert most 30 évesen semmiatt online ismerkedik. 30 évesen már akarsz járni valakivel, nem? Nem csak egy vízi numeráról van szó. Tehát, hogy sokan vannak olyanok. Én nem tudom, nem ismerem az online társkeresést. Szerintem a nők többsége, hogy nincs fórum, erről már beszéltünk egyszer. Egy mai 30-40 évesnek nincs olyan fóruma, ahol ismerkedni tudna. Mert van a munkahely, aztán hazamegy, oda egyedül megy haza, és kész. És nem tud elmenni olyan társasági helyre, ahol egyébként meg tudsz ismerkedni valakivel. Tehát valószínűleg, hogy ma már az internetes ismerkedés is arra megy rá, hogy te rendes párkapcsolatot keres magadnak. Vagy legalábbis a nőknél. Aztán, hogy ezt férfiak vadászterületnek használják, az egy másik kérdés. Szerintem egyébként a szexpartner kereső szegmense ennek a társkeresésnek, ez sokkal őszintébb lehet, mint az effektíve valóságos társkeresés, amikor mondjuk egy párt az életedben, egy párt keresse magadnak. Megmondom miért, mert egy ilyen találkozásnál, ugye, hogyha nem játszottál nyílt lapokkal, hogyha tényleg nem úgy nézel ki, vagy mint mondjuk a fotókon, vagy a paramétereid nem olyanok, akkor ott nem lesz semmi. Abban a pillanatban a vége a történetnek. Tehát nekik sokkal őszintébbnek kell lenniük, mint azoknak, akik adott esetben mondjuk egy érzelmi kapcsolatra is vágynak. De ez rendes partnerkereső oldal volt, ugye? Nem szexpartnerkereső. Szerintem ezek összefolynak, ez teljesen rendes, igen. Mik az átvágások az internetes ismerkedésben? Tehát ha valaki azt írja, hogy kellemesen molett, akkor az azt jelenti, hogy rohadt nagy. Tehát te hazudsz online? Biztos, hogy hazudsz, nem? Igen, mackós alkatú férfi. Tehát most a mackós alkatú férfiben azért sok minden benne van. Hát kicsi mackó vagy igen. Nagy mackó. És kóla is, meg a grizzly is. Igen. De miről szoktak hazudni a nők, miről hazudnak a férfiak? Egy férfi miről hazudik? Vagy egy nő miről hazudik, ha online ismerkedik? Biztos, hogy megvannak ezek a sztereotípek, hogy egy nő is felépít hazugságokat a magáról online. Tessék, mondjon mindenki egyet, amiről szerintem a nő hazudik, meg amiről a férfi hazudik. Biztos, hogy van ilyen.
magam által átlagos magasságnak, mások által kifejezetten alacsonynak mondok férfi. Igen, igen. Most mondok sztereotípiákat, csak hogy jár az agyam, mit életkor. Ki hazudik inkább nők. Az életkorban, a nők uh-huh. vagy a férfiak? A nők valószínűleg az életkorban hazudnak, nem? Miben hazudhat még egy nő? Súly. Súly? Súly. Hát, szerintem súly biztos. Igen. Súly biztos. Melméret, teljesen egyértelmű, hatalmas labda. Hozzátesz, elvesz belőle, de nem biztos, hogy mindenki az igazit írja. Na, de várj, egy társkereső nem írja meg senki a melméretét. Nem? Nincs az, hogy 90-69. Hatalmas, kettődés, kosaras melltartok. Óriási mellek várják szerető gazdáikat. Igazából az így fél évente dúcolja az IKV, mert gyere és masszíroz kedvedre. Azt csinálsz velük, amit akarsz. Ez nagyon hálásak. Ez már nem a társkereső. De mit tudom, akkor súlyban, életkorban biztos, hogy a nő hazudik. Miben hazudhat egy férfi? Súlyban a férfi is, szerintem. Nem, az nem ott kezdődik. Ott kezdődik, hogy a férfi azt mondja, hogy egyedülálló. Ja. Szerintem innen indul. Hát nézzük jó. A legalapvetőbb. Hát a nő meg azt mondja, nincs gyereke. Hát, azt nehezebb letagadni, letudod persze nyilván. De hogy férfi egyedülálló, annak szerintem 80% orbitális hazugság. Vagy házasságban, vagy éppen válnak, vagy a harmadik szeretet, vagy kapcsolatban. Tehát ez az egyedülálló, ez szerintem a pasiknál óriás kap. Nem magam által egy idő, a másik által családosnak mondanod, úriember vagyok. Igen. Jó anyagi körülmények, ezt írja, mert az biztonságot ad. Azzal lehet, hogy villant inkább, vagy rátesz egy uh-huh. kicsit. Igen. Vagy kiegyensúlyozott. Hát kiegyensúlyozott anyagi körülmények. Tehát akkor úgy fogom, hogy kiegyensúlyozott, hanem mindig szal. Igen, az kiegyensúlyozott. Hát nincs. Munkáról hazudik a pasi? Képesítésről, foglalkozásról, arról hazudhat a pali? Az szerintem ott is lehet, hogy kicsit ráteszel, aha. Nem? Mert ő, hogyha CNC esztergályos vagy, már nem írod be, hogy repülőpilóta, de lehet, hogy Ő csak sima esztergályos, de oda idé a CNC-t. Ja, igen. CNC, és a kutya pályán. Az nagyon komoly számítógépes ismeretek kellenek hozzá. Közülünk senki nem nyomult online, nem? Soha. Hát akkor még nem volt, amikor lehetett volna, aztán meg... Zsulte, nyomultál online? Na gyere csak ide egy kis picit, ugye? De a legnagyobb online. Azok az idők elmúltak már. Figyelj, hazudnak a nő. Mindenki kicsit online, mindenki kicsit hazudik, nem? Sokszor. Én nem ezt tapasztaltam. Te mindig őszinte voltál? Általában. De uh-huh. igen. Mit írtál magadról? Hogy nézett ki a bemutatkozó lapod? Ezek ilyen inkább chat szobák, tehát nem voltak. Én nem ismerkedős oldalra regisztráltam, és akkor volt egy portfólióm, és leírtam magamat. Halkszavú, becsületes férfi, uh-huh. bölcsész diplomával. Pontos. Igen, pontos, jól kereső férfi keresi azt a nőt, aki nagyon... Ez megvan, ez a dolákkal, ez megvan. Na, mindjárt bejátszok, kérek utána, azt megmutatom. Igen. Tehát nem volt erelés? Nem mentél úgy egy randira, hogy valami orbitális nagy kamu jött veled szemben? Leírta ezt, azt is rájött, hogy nem egyezik, de még a hajszínese abban, amit írt egyébként hát, online. Túlsúlyos lány, na az volt. Volt. De ő megmondta, hogy túlsúlyos, vagy ő odaírt, hogy kedvesen molett, vagy... Igen, vagy... csak a mértéket nem, hogy mennyire... Aha. De miért nagyon? Tehát jött be, még mindig jött. Személy. Nem, ez úgy működik, hogy találkozik az ember, és akkor hát nekem nagyon gyorsan mennem kell, tehát sürgősen. Azonnal elépték. Uh-huh. És mit írt, hogy karcsú, vagy jó alakú? Nem. Mondta, vagy... hogy hát ő nem igazán sovány kategóriába tartozik, de na jó, de ennyire? Szóval... Aha. Hogy nem igazán sovány. Ott mondjuk kezdenék gyanakodni. Igen, akkor nem hazudott. Hát, akkor nem, ha igen, nem igen, hazudott, igen. Jellemzés, barra hajú, gesztenye szemű, nem igazán sovány. Ennyi. Hát ott azért én lehet, hogy felkapnám a fejem. Na, drága hallgatók, aki találkozott már valakivel úgy, hogy először online volt, és aztán ebből offline lett, és valójában megoldódott a találkozás. Írjatok nekünk, hogy ki mekkora átvágásokkal, csalódásokkal, testi hibákkal, jellemhibákkal találkozott már úgy, hogy tényleg megérkezett a delikvens, és hát nyomokban tartalmazta csak azt, ami tulajdonképpen a leírásban ugye közreadott az illető, jó? Írjatok nekünk, tényleg várunk akkor ilyen ismerkedéseket, hogy online találkozások, vagy nagy online találkozás. Mi ez? Online randi? Keresek erre valami jobb szót. Ez tökéletes. Internetes ismerkedés? Net randi. Hú, de pró. Rövid menő, net randi, érted? Online találkozás. De analóg srác vagyok ebben a digitális világban, nem? Online találkozás, ez milyen hülye világ? Régi bódi vagy, romantikus, családcentrikus. Egyre maradt ízé. Összerakhatunk neki egyébként egy hirdetést. Igen. Ez itt a Morning
Show. A Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Az internetes ismerkedésről beszélgettünk. Egy nagyon érdekes kísérletet végzett egy amerikai csapat. Három férfi készített egy videót, ami azt mutatta, hogy ha férfiak találkoznak duci nőkkel, akkor 5 perc után fölállnak és ott hagyják a randit, ha ez egy online ismerkedés volt előtte, mert hogy nem ezt ígérték neki. Amíg ha nők találkoznak egy olyan férfivel, aki még az ismerkedés első fázisában nem volt duci, de mire odaért a randira duci lett, végigülik a randevút, 5-ből 5 jól érezte magát, és nem, hogy elmenekültek volna, puszival köszöntek, és további randevút akartak, mert hogy ugye nem tudták, hogy egy kísérletről van szó, hogy mennyire máshogy működnek a férfiak és ugye a nők. És arról beszélgetünk, hogy kinek milyen csalódása volt már, amikor ugye az online randiból egyszer csak valódi húsvér randi lett, megérkezett az illető, és hát mi fogadta, mi várta. Érdekes. Az, ha nekem valaki érdekes egyszerűen magyarázza, igen? Egyébként, hogy miért csinálják, mert úgy is kiderül, mikor oda mész, érted? Hát igen, de szerintem, hogy legalább az esélye meglegyen. Igen. Tehát ez olyan, mint amikor egy autóról beírod, hogy sérülésmentes, aztán amikor oda jön az illető, akkor elmondod, hogy figyelj, jó, valójában nem sérülésmentes, hanem itt történt ez az egy. És akkor legalább már ott van az illető. És hátha. És akkor hátha már rá tudod venni, meg tudod beszélni. Aha. Na nézzünk egy-két SMS, nagyon sok történet van. Azért legérdekesebb sztorim az volt, amikor egy srác beszélgetés közben, amikor is be volt kapcsolva a webkamera, egyszer csak felállt, szó szerint, hogy is mondjam, elkezdte szórakoztatni magát, miközben ment az online ismerkedés. A neten ismerkedés olyan, mint az álláskeresés, el kell küldeni 100 önéletrajzlevet, amiből jó, ha 10 válasz jön. Ebből körülbelül 5 randi, amiből jó, ha egy hosszabb, rövidebb ideig tartó kapcsolat lesz. Mi is így jöttünk össze a párommal hosszú keresés után. Mi voltunk egymásnak az üdítő kivétel. Igor 3 hónapos múlt egyébként. Én nálam konkrétan 20 centi tűnt el a pasiból, mire leért Pestről Gyöngyösre. Tudnék mesélni egy példa. Vezető beosztásban dolgozom. Én nem hazudtam, sofőr vagyok. Zsolt ezt küldte nekünk. Barátnőm ismerkedett egy sráccal, aki azt írta, hogy környezetvédelmi cégnél foglalkozik logisztikával. Kukás autót vezetett. Na. Fruzsina küldte nekünk. Mindig előre jelzem a testi hibáimat, csecsemő méretű szerszámomat 3-4 kilósan. Beírom. Találkozáskor derült ki, hogy alacsonyabb, mint én, és egy nagy bibircsok van az arca egyik felén, több találkozó nem volt. Pöttyös azt írja, azt az egyik nő se fogja neked bevallani vagy megírni magáról, hogy hatalmas vadászkutya fülek várják szerető gazdájukat. Mindenki lódít, írta nekünk Pöttyös, és itt van egy hallgatónk István. Hello István, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello, te is online ismerkedtél valakivel? Igen, igen, egy társkereső oldalon, 7 évvel ezelőtt, és akkor hogy is írják, hogy találtam egy hölgyet, egy kirakott egy ilyen szőkés barna hajú, és akkor írta magáról nekem, hogy ő 85 kiló, tehát kacsú, 165 centi magas. És akkor megbeszéltünk egy plázába egy randit. Igen? Na, elmentem, és én akkor ugye jó szokásom, hogy szívem mindig hamarabb oda megyek, hogy inkább én figyeljem meg, nehogy nagy meglepetés érjem. Ott ülök nagyba, közben már kértem 2 kávét, egyszer csak látom, hogy jön be egy elefánt testalkatú kis hölgy. Mondom, Jézusom, remélem nem ő lesz. És akkor egyszer csak jön felénk, felem néz ilyen águs szemekkel, és akkor jön oda felém, mikor megláttam a felém, tehát egy az egyben lecsúsztam az asztal alá a székről, és akkor vártam, hogy hát ha elmegy. Egyszer csak felemelkedik az a terítő, kihúz a karomnál fogást, aztán szia, baby, tánc, tetszem. Jól mondom, bocs, én most megyek a baby, tánc, tetszem. Szia, baby, tánc, tetszem. Aha, jó duma. És akkor elmentem, annyit mondtam meg, hogy bocs, melyek a mosdóba, jövök mindjárt, majd beszélgetünk. Azt mondja, jó, megvárlak, mondom én magamban, jó, várjál, nyugodtan. Bementem a mosdóba, ott voltam kb. 2 óra hosszát, utána itt kimentem, mondtam az úrnak az előtérben, hogy nézem már ki, nem, kint egy elefánt. Azt mondja, miért? Mert mondom, hát az én rám vár, én nem akarok ki, mert Isten ments, mondom. És de akkor most, de egyébként akkor... tényleg nem akarok. De elmenekültél a WC-be? Hát ez hogy? Meg, tehát nem lett volna egyszerűbb azt mondani, hogy ne haragudj, nem te vagy a zsánerem. Tehát, hogy... Hát meg azt írta a hirdetésben, hogy 165-től magas és 85 kiló. Hát abból azért már lehetett. Na de pontoljatok el, 190 kiló súlyú hölgyet, 150 centi magasan. És megvárt a WC után? Tehát megvárt? Ott volt? Tessék? Ott volt? Ott volt még, és sőt nekem szólt az úr, hogy azt mondta, hogy uram, mit maradok én inkább, mikor elmegy, szólok. És akkor még benn voltam egy olyan jó 20 percet. Hát már az izgalomtól már azt néztem, hogy hol lehetne innen kimenekülni, vagy valami. Szegény nő. Kimentem, ott bejött szólni az úr, hogy elment tiszta a levegő. És akkor mondta nekem, hogy itt oldalt menjünk ki. Na, tekemre, mert megláttam, hogy ott van. És erre annyit mondtam az úrnak, hol van itt egy nekkávézó. És akkor elmagyaráztam nekem is, akkor, mint akit kergetnek, aki a halálába fut, gyorsan be az internetre. Kitöröltem onnan a profilomat, minden, jaj, mondom, Istenem, még egyszer ilyet ne.
És annyi, hogy még értem neki egy üzenetet, hogy bocs, legközelebb, hogyha állatkertbe akarok menni, akkor oda megyek. Szegény! Azért ez nem korrekt, amit csináltál. De ez nagyon nem. Hát azért, mert most ő így néz ki, persze még egy kicsit lódított, hát azért belerugni nem kell. Két kávét is vele fizetették. Tehát az, hogy most... meg akartam tőle kérdezni, hogy most a bal vagy a jobb oldalad 85 kiló. Aha, szegény, de hát figyelj, nem kérdezik, azt lehet mondani, figyelj, nem, aztán ott hagyod, nem? Hát azért ez... Na jó, figyeljetek, itt most, ha bevallotta volna, legfeljebb annyi, de azt mondom, oké, poén, mert egy telt nőbe odahajtok lyukat, ahol ja, de milyen férfi, hogy két órára bemenekülsz egy nőtől, egy ilyen női mosdóba? Hát meg kell neki mondani, keményen, tökös, hogy figyelj, nem, aztán ott hagyni. Hát te voltál a kislány ebben a sztoriban, aki két órára bemenekült egy mosdóba, nem ő. Na jó, egyébként. 72 kilómmal érted, szumok bajnokságban, alul maradtam. Ja, puha vagy, bemenekült, bemenekültél egy nőtől egy női mosdóba, igen, ez marad meg nekünk, köszi. Musz, igen, köszi, ciao, hello. Azt mondja, hogy nézzük még egy-két SMS-t, vannak nagyon jók. Azt mondja, randiztam egy lányjal, aki mások által csinosnak, mondottnak írten le magát. Eljött egy olyan hiányos fogazatú szemtengely ferdüléses foltokban tépett hajú valami, hogy komolyan kezdett érdekelni, kik lehetnek azok a mások. Írja Csaba. Pasiknál teljesen tipikus, hogy jóval korábbi képeket raknak fel. Na például ezt nem ismerte, milyen jó. Valószínűleg online keresésben ő is fekete öves. Kaptál egy képet, jó testalkatú, dús, barnahajú pasiról, randi megláttam, nyomokban sem hasonlított a képre, köpcös, ritkás szőke haj. És még ő sértődött meg, a pasik is hazudnak a korukról, nem is keveset. 4 hónapig voltam fent társkeresőn, végül nem onnan lett párom. Tehát mindenki kamuzik igazából. Legtöbb férfi egyébként, hogy látom, a testmagasságával kapcsolatban hazudik. Hát az a férfiaknak szerintem a testmagasság. Én is hazudnék. Azt mondaná, hogy 150 vagyok, és milyen kellemes csalódás lenne, amikor adom. Igen, apró, kicsi, tervető 148 cm-es. János, kavárja. És oda benne és a 165 centis dalia. Igen. Mi? Gólyalábakon érkeztél? Kérdeznék, igen. Nem a férfiakat védem, de tapasztalatból mondom, sokat csajoztam online, minden nő komoly kapcsolatot akar az első 5 percben. Ezt Balázs küldte nekünk. Én egy 55 kilós lányt vártam, megérkezett egy 80 kilós. Megkérdeztem, mi volt az ebéd, hogy az a pár kiló így felszaladt. nagyon nem tetszett neki. Nálam megkopaszodott, mire odaért. Nem tartott sokáig. Sietett, lefújta a haját a szél. Igen. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, Zoli vagyok. Na, Zoli, te a hangod alapján egy fekete öves online ismerkedő lehetsz. Ez bukta csúnyán. Igen? Nem vagy? Nem vagy az? Hát gyorsan feladtam szerintem. Na, mi történt? Hát több évvel ezelőtt történt, egy internetes oldalon ismerkedtem egy lányjal, körülbelül 2 hétig tartott az ismerkedésünk, amíg így elmélyültünk egymásba a levelezésbe, túlestünk az első fényképeken, elég biztató volt a sztori, azt hittem megtaláltam a nagy őt, úgyhogy megbeszéltünk egy találkozót a Bosnyák téren, nagyon szép napos idő volt, vártam, jött szembe egy sukár lány, távolról jól nézett ki, és hát utána, ahogy közelebb ért, éreztem, hogy valami probléma van az erőben, és a lányzó, ahogy így rám mosolygott, és azt mondta, hogy szia, rögtön némi hiányosságot véletlen felfedezni a szájába. Ezzel utalnék a fogatlan történetre, amit te is mondtál. Hiányzott egy-két fog. Atya Isten, hát, finoman fogalmaztál. Aha. És még ami megvolt, az is sötét színű volt. Úgyhogy hát annyira meglepődtem, hogy végül is úgy döntöttem, hogy akkor menjünk tovább a történettel, majd valamit kitalálok. Beültünk a kocsiba, és elmentünk a Hősök terén, volt egy kávézó. Oda elmentünk, hogy akkor kávézunk egyet, de hát fogalmam nincs, miről beszélgettünk, mert csak ő beszélt egész úton, én arra koncentráltam, hogy hogyan rázzam le. Aztán tettem egy nagy kört a Hősök terén, és azzal lendülettel vissza is vittem a Bosnyák térre, és ott megálltunk, és akkor csak annyit kérdezett, hogy néni, visszajöttünk ide, ugye? Hát mondom, igen, jól látod. Ja, hogy visszaértettek oda a Bosnyákról, találkoztatok. Aha, igen. Szegénykém, hát nem volt a helyzet magaslatán. Hát nem, úgyhogy velem ennyi történt. Fel is adtam egyébként gyorsan én is. Azóta nem is, nem is használod az online ismerkedés? Hát több okból sem. Azt hiszem 3-szor próbálkoztam vele, mind a 3-szor negatív tapasztalat. Aztán utána végül is sikerült megtalálni azt, akit kerestem, úgyhogy azóta nincs is rá szükségem. De őt nem online? Nem. Nem. Aha, tehát egy élőben találkoztatok. Így van. Uh-huh. Na jól van. De a Bosnyák téren. és a tesója volt. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én is, sziasztom. Szia. Hello. Mikor találkoztunk a lányal, megláttam, szabályosan sokot kaptam, a csajnak nagyobb bajsza volt, mint nekem. Ezért gyerekek, ez az online is, ezért ez kemény. Ez egy kemény világ, nem? Mikor úgy várod, hogy megérkezzen, és ilyenkor, nem az jön, akit elképzeltél. Ilyenkor, ha késel, akkor az
jó, nyilván persze tapintatlanság, hogy elkésül egy randiról, főleg úgy, hogy te vagy a férfi, de egyébként ez a hölgyekre ugyanúgy igaz. És megvárod, amíg odaérjen, és csekkolod, és adott esetben mondjuk egy telefonnal, hívással lemondod azt a randit, amikor meglátod, hogy mégsem a nagy ő érkezett, akkor az nem korrekt. Hogy érzitek? Hogy micsoda? Hogyha tehát, hogy egyszerűen, hogy később érek oda. Igen? Megvárom, hogy odaér. Egy pálma mögé. Lecsekkolom, hát de most érted, akkor nem jó. Nem jobb itt autókázni, de várjál, de 45 évesen vagy 50 évesen leselkedsz egy bokor mögül. De miért nem lehet jó, az, ne hogy... úgy képzel, most Feri bedobt ezt a leselkedsz egy bokor mögül. Nem úgy kell elképzelni, hogy a cserkelsz. Nem vált, ezért felnőtt férfi, ülj oda egy asszalhoz, aztán mert neki megmondani, szerintem a legtisztább mindig azt, hogy megmondja neki. Figyelj, nem erre gondoltam, ne haragudj. Igyunk meg egy kávé. Nem arra gondoltam, amit te vagy. Megmondod neki, most érted, elbújsz tényleg egy bokor mögé, olvasod egy népszabit, egy szivara látégeted, és két lyukon keresztül nézed, egy műorral, egy bótsipkában nézed, hogy megjön a nő. Hát azért 45 évesen már az ember nem akar bujkálni. Szerintem. Hát mondd meg neki, őszintén, hogy figyelj, tök helyes vagy, nem akarlak megbántani. Nem erre gondoltam, köszönöm. Nem tudom egyébként ettől miért félnek a férfiak vagy a nők, de leginkább a férfiakat. Hát hallottad ezt az előző taplót? Már bocsánat, hogy így fogalmazott, de hogy hallottad, hogy ő az, aki bánt egy másik nőt, annak ellenére, hogy két órára nyomorúságos, aljas, gyáva módon elbújik egyébként egy női mosdóba, vagy egy férfi mosdóba, mert nem mer kimenni. Hát mennyivel tisztább, hogy azt mondnak, hogy figyelj, ne haragudj, nem. De se megbántani, se megalázni, azért nem kell, mert ő hazudott magáról valamit, nem? Egyszerűen azt mondod, hogy figyelj, nem erre gondoltam. Ha a századik randira futsz rá, ahol átvágnak, nyilván nagy a fejed, és már a pokolba kívánod. De most érted, egy túlja mögül leselkedni, nem tudom elképzelni. Vagy bekéreckedsz a pultba. Vagy igen, vagy hajléktalanként érted ott ősz. Oda mész aprót kérni a lánytól. Szóval ezt nem tudom, nehezen tudom tehát, elképzelni. Ezek az emberek, akik mondjuk az interneten keresztül ismerkednek, ezek valamilyen szinte, szerintem egy nagyobb százalékban azért ilyen félszegek, hogy nehezen teremtenek kapcsolatot. Nem? Én azt gondolom, hogy az online ismerkedés egy része vagy szexről szól, vagy attól, igen, vagy arról, hogy valóban nem mersz élőben, vagy nincs lehetőséged, de sokszor inkább a gátlások visznek rá az viszont online felületre. Viszont akkor szemtől szembe őszintének lenni sem könnyű. És azt mondani, ebben hogy van igazság, hogy az a típus, aki online ismerkedik, sokszor nem tud az életben, igen. Tehát az ilyen társas interakciókban úgymond alul marad, és fél őszintének lenni. Pont ezért ismerkedik online. Igen. Tehát akkor marad mégiscsak a leselkedés egyébként. Figyelj, ez egy azt jó. Érted, hogy úgy nézel ki, mint a fiatal Charles Bronson. 40 éves férfi vagyok, 10 éve próbálkoztam az online társkereséssel. Én épp az ellenkezőjét alkalmaztam, sokkal rosszabbnak festettem le magam, mint a valóság. Ezt mondta te is, okos. 10-ből 9 esetben sikerem volt a találkozáskor. Ez ugye Robben. Az a gond, ha még így se. Hát, hogy tudod. Igen, jobbra számítottam. Csak tudjátok, hát a rosszabbnak fested le magad, akkor ott van a csapda, hogy ugye nem találkoznak veled, mert rossz. Tehát egy erősen nagyot halló, félszemű, bibircsokos férfi várja élete szerelmét, hát nem gondolom, hogy éjjel-nappal csörögne a telefonod. Tehát finoman kell súlyozni. De lehet, hogy ő egyébként annyira jó képű, hogy az a kép, amit magáról rontva föltett, még az is menő. Oda meg berakott valamilyen brutál képet, igen. De nem, most egy kicsit ráfűztem nekem, ez a bujkálás egyre jobban tetszik. Hogyan menjünk netes randira? Hogyan menjünk netes randira úgy, hogy álcázzuk magunkat, mire megjön egyébként a delikvens, igen. Uh-huh. És akkor hogy van, hogy te tetsz egy jelszó a szegfű, és akkor te tetsz egy virágot a kezébe, hogy megismer? Igen. Igen? És akkor azt lesed meg, aki mondjuk virágot fog a kezébe, vagy egy szegfű, egy száz szexi... Vagy egy mágdarálót. Jelszó, mágdaráló. De egyébként szerintem... Igen. És itt vagyok. Igen. És jó, és akkor ma találkozunk, ahogy hívják, nem, mit tudom én. Ezért a Ferenciek terén is legyen a kezedben egy hurgadőt. Innen ismerjük meg egymást. Vajon a nők is elmenekülnek, vagy a nők inkább megmondják, hogy figyelj, ne haragudj, hazudtál, nem is így, nem jól nézel ki, nem erre számítottam. Mert szerintem... a pasik szerintem többször gyávák, mint a nők igen, egyébként. A nők szerintem sokkal őszintén. Bátrabbak, nem? Hát ők megmondják a tutit. Nem, én egyébként most már átgondoltam, leírnék mindent egészen precízen, pontosan, tényleg a pőre valóságot, csak a végre hozzájönöm, hogy jó, de tudom, Sebestyén Balázs mobil számát. Jó, oké, értem én. Értem de... én, jó, hogy nem hívtok, rendben, de meg tudom adni a bali mobil számát. Igen. Na jó, hát nem egy egyszerű élethelyzet nyilván. Leginkább azoknak, akik semmiféle úgymond defektel nem rendelkeznek, egyszerűen csak nincs lehetőség máshol párt keresni. Morning Show. Annyit celebbel voltunk mi egy kicsit, nem azt mondom, hogy bántóak, mert szerintem nem, de talán egy kicsit csipkedtük meg őket, vagy martuk meg őket, hogy mondjatok kettő nevet.
Akiket még nem. Akiket még nem, és azokat bántjuk meg most. Akiket az utóbbi időben mi mondjuk egy kicsit megcsipkedtünk, olyat mondtunk, olyat mondtam, te bántottad meg, én mondtam rosszat, te is esetleg beszóltál. Így van. Celeb, fontos. És celeb. Te is. Én is, és aztán Balázs is. Igen, aztán megint a Balázs. És ha nektek nem jut eszetekbe senki, nézzetek rám, és eszetekbe fog jutni. Megmondom miért. Mondtok mondjuk két nevet, és teljesen váratlanul rájuk csörgünk. Uh-huh. És olyat teszünk, amit mi nem tettünk meg soha. Uh-huh. Azt mondjuk, figyelj ide, kedvelünk, jó, hazudunk. De jó vagy. De hogy is, egyébként a celebek nagy részén egyébként, akikről mi beszélünk, és akiket megcsipkedünk, mi kedveljük. És azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ki. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, hogy odaérünk-e. Nem tudjuk, hogy elveszünk-e Johannesburgba. Ki tudja, hogy ott Ebola, farkas, éces majom, beutazók, csádi bevándorlók. Szeretünk. Ne haragudj. Aha. Tehát, hogyha nem jönnénk vissza, akkor ne legyen tüske benne? Ne legyen tüske. Húzzunk ki két tüskét valaki. Akit mondtok. Itt a telefonkönyvem. Akit mondtok. Kit hívjunk föl. Ki volt az? Hát aki nem volt, az egyszerűbb. Aki nem volt, de akkor keressük. Nem tudjuk, mit csinál, nem tudjuk elérhető-e. Most mondunk két nevet, vagy még kilenc után a harmadik. Nekem vannak ötleteim, én azért így összeszedegettem a zuhany alatt, ezzel elment még egy 20 perc. Hosszú a lista. Hosszú a lista. Celebekről beszélek kifejezetten. Hát de akkor nagy komoly restanciát, akkor tényleg úgy törüljünk, hogy akkor tényleg értelme legyen. Mire gondolsz? Hát nagy. Abba Ázi Csaba. Szani róla. No. Igen. Hát ők tudják, hogy... Ők volt tudják, egy ember, hogy... akivel egyszer kibékültél egy adásban, egy kitelepülős adásban, mert előtte már nagyon sokat ütötted. Kibékültél vele, de aztán megint ütötted. Igen. De ütöttük, bocsánat. Igen. Nem fogjuk rá csak. Ez hát én vagyok. Ez én vagyok, de megbocsánat. Hagyjuk is. Köszönjük. Akkor már ne is hívjunk semmit. Nem, hát gyerekek, a Kozsó. 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 Kozsó, és jogtalanul, tehát, hogy állandóan ez a Lady Gaga-s izét nyomod, hogy nyilván kamu az egész, pedig hát tudjuk, hogy nem az. És akkor tőle ti bocsánatot szeretnétek kérni, ugye? Szemét ne hátrálják ki, most nem, ez egy spontán csörgés lesz, bárkit hívunk, én belemegyek, hogy vitassuk meg. Két telefonunk van, plusz egy mondjuk kilenc után. Kozsó? Szerintem igen. Hát tőle van miért. Volt valaki legutóbb is. Én esküszöm, hogy szintisztán jó indulatból mondtam. Amikor az volt a témánk, hogy ki mennyiért vállalna be valamit. Igen. És én azt mondtam neki, vagy azt mondtam adásba. Most ezzel remélem nem nyitom ki újra Pandora szelencéjét, hogy mennyire vállalnád be, hogy most Galambos Lajos beleül az orrodba egy hét nem fürdés után. Amit te alapvetően egyébként... Én ezt kedvesen mondtam. Ez egy fikció. De basszus, nem akartam bántani. Ez egy fikció. Ugye? Ez csak így elgondoltam. Miért ülne bele a Lajos az mondjuk orrodba? Mondjuk én ilyen fikciókra riadok fel éjszaka. És miért ne fürden egy hétig? Csatakos homlokkal. A Bulvár lehozta címlapon. Gyerekek, csak mondom. Van a sztárban sztár. Ugye? Uh-huh. Van. Hát gyerekek, minket azért felnégyelnének, amit ott a Hajós mond meg, a Majka mond meg. Azokat másnap címlapon hoznák, és országos balhé lenne, és jönnének ja, jó, ide de a rádió Hajós előtt. A kultúra, mi pedig mindennek az alja, ezt ne felejtsük. Olyan szinten mondanak előadókról dolgokat, hogy azt nem hiszem, ezt mi mondanánk? Hogy... Miközben nem az eredeti előadó a lényeg, hanem... Igen, most valami sertéses összehasonlítás volt pont egyébként. Mi egy kicsi dolgot mondunk, és óriási balhé van belőle másnap címlap. Ott olyanokat mond a Majka, a Hajós. Mert és... ő kedvesen mondja, te meg nem. Tudod? Kicsit mi azért így... Mert a Hajós biciklivel jár. Te meg így van. Mivel járnál? A Lajos ezen megharagudhatott? Hívjuk föl. Mondjuk meg neki, Lajos, nem úgy gondoltam, hogy egy hét nem fürdés után te beleülsz a Jani órába. Két hétre gondoltál. Egy alapvetően csak néhány nap fordott a fejembe. Jó, Lajos, hívjuk Lajost. Kérjünk tőle bocsánat. Gyerekek, én ezt tízig tudom csinálni, állítsatok le, nekem annyi ember van. De nem azért, mert valójában lelkismert furdásom van, csak ha bármi történik, nem maradjunk úgy meg, hogy nem jönnek el, vagy nem úgy gondolnak ránk vissza, hogy azért én ez három jó... Én nem láttam egyetlen címlapot se olyat, hogy Badon Jani beszólt valakinek. Persze, mindig mert mindig én Balázs, viszem el a... Úgyhogy engem igazából ez a dolog nem érint. Te szemét, mindig én viszem el a balhét, ugyanakkor azért te is nagyon osztasz mindenki, csak valamiért mindig én viszem el a balhét. És mindig én vagyok keresztre feszítve, karóba húzva. Hívjuk a Lajos. Aha. Jó? Segítek. Röviden, szia Lajos, bocs. Kész. Aha, és leveszünk. Nem akarom. Gyerekek, ott van a Pataki, ott van a Vágó, ott van a Fási, ott van a Kozsó, ott van a Szabó Zsófi, a DJ Dominik. Én annyi nevet szedtem össze. Pokorra jutsz. Én te szemét állat. Haló. Haló, Galambos Lajos. Lajos, keresünk. Hello, Lajos. Morning Show, Balázs, Jani, Feri, hello.
Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! A retyón ülsz? Na kezdjük! Nem, nem, az autómban! Ja, nem, csak olyan, nem, most esküszöm! Nem, csak olyan visszhangos volt. Nem kellett volna kicsit korábban felhívni? Mondjuk egy másfél hónapja? Nem butánskodj. Nem. Azért gondoltam, hogy a retyón ülsz, mert olyan visszhangosodak, ha a kocsit belülsz. Jó. De ezt hagyjuk erre, elresztjük el ezt a szállat. Figyelj ide, te drága ember. Mi másfél hónappal ezelőtt mondtunk valamit, egyébként nem én, hanem a Feri. Szóval nem, na azért ezt a két hangot nem tudod összekeverni. Igen. Mi ma repülőre ülünk, és azért hívtunk föl, hogy ne haragudj. Én nem haragszom rátok. A kellemetlen az egészben az, hogy nekem gyerekeim vannak. Tanítom őket arra, hogy fürdjenek le, tudod? És akkor hallanak egy ilyet reggel a rádióban, nem értik. Én számukra egy példakép vagyok, tanítom őket. És nem vagyok celeb. Celeb az, aki saját erejéből nem lett senki. Ez egyébként tökéletesen így van. Én előadó művésznek tartom magam is producernek, és tehát nem celeb vagyok, egy előadó, énekes, trombitás, szórakoztató, vagy amit akar. Így van. Az, hogy azt gondolom, hogy ha te nem fürödnél egy hétig, vagy Feri, vagy senkit Jani, nem zavarsz, nyilván humor volt, nálam ez standard. Figyelj, Lajos. Csak nem, a gyerekek szempontjából kell gondolkodni, neked is persze, van gyereked. Fogod látni ezt majd, hall is sok vagy minden. Meg látod most is, hogy mennyi kellemetlensége van. Utaltatok a Starban Starra, figyelj. Na hát ott, na hát én ahhoz képest. Én nem értem, hogy ezt miért kaptam. Én azért semmit nem tettem, és ez a műsor nem arról szól, hogy az eredeti előadót majd megfirkáljuk, nem arról szól, hogy tudják előadni a dalt. Kőkény Attila a hadsorból négyet tudott megtanulni. Jó, azért hívjanak ők föl, csak mondom, na azért ma hívjon fel a hajós, hívjon fel a BM. Azért kérek elnézést, ha esetleg velem valami történik, vagy velünk, hogy nem maradjunk tüske és hozzá szegfűt. Rádiót, na hallgatsz minket, de drága vagy. Érdeklődés hallgatok, és annak örültem, hogy a kicsi falu módszertemény című dalt nem a Bugyizó névének kellett, amikor bejátszottátok, hanem az én volt. Na látod? Látod, hogy tudat alatt már elindult a bocsánat. Rosszul tudod eredetileg, ez a Balázs Fateriainek el. Baromira kedvelünk, bármi történik, imádunk, szeretünk, jó? Gondolj arra, neked is van gyereked. Tudom, szóval szegény, elég teher vagyok neki. Nem azt mondom, hogy ettől még felkelt a nap, és hála Istennek semmi olyan nem történt. Kívánok nektek jó utat, érezzétek jól magatokat. Imádunk, szeretünk, jó? De tényleg komolyan mondom. Puszilunk. Okay. Vigyázz magadra. Sziasztok. Galambos Lajos, szia, köszönjük szépen! Hello! Egy kipipálva. Tessék, egy kipipálva. Egy megvan. Erre az évre, meg is vagyunk. Jó. Tessék, egy név még elefér. Bárkit fölhívok, gyerekek. Bárki. Hát figyelj, azt ott a Janinak is van sara. Vagy jó, legalábbis... nem akartam tényleg beszólni Áder Jánosnak. De... ha már itt vagyunk. Gyerekek, ez már egy ilyen adás. Jó? Bali, vezekel. Tessék, vezek, amit akar. Jó, mondom. Akit akartok, én most rácsörgök. Ha használjátok, hívjam föl a pápát, fölhívom. Aha. Hívd föl a pápát. Na, nagyon már elég szíves, hogy szeret a gyára. Hívd föl a pápát, a kívánság műsorok pápáját, a vágóval szeretném, hogyha kibékülnétek. De tényleg, vagy ha bocsánatot kérnél. Te rohadt szemét. Nem vagyok rohadt szemét. Uh-huh. Igen, ne át, mert nektek volt közös műsorotok, aztán a Jani is megsértette. Nem? Te mondtad a naftalint. Te mondtad, te személy, na, azért jó. Is én vittem el a balhét. Jó, akkor jó. Jó, de ezt most neked kell. Figyelj, de mi annyiszor próbáltuk már tőle elnézést kérni. Mm. És sose sikerült? Nem. Jó. De amit mondom, amit akartok. Amit akartok. Na, de most mondtunk. Ja? Te kezded, jó? A pápa lesz, vagy? Nem, vágó. Te kezded. Te mondod. Te kezded. Ha cserbe hagysz, te szemét. Nem fogjuk felvenni. Nem veszi föl? Nem. Magánszám? Igen, ez az ő magánszám. Hallom, ahogy csöng. Igen. Nem veszi föl. Megosztom. Nem, de jó lett volna. Pedig egyébként ő is rajta van listán. Édesem pedig őt is tökre. Abszolút. Hát, figyelj, ha most felvette volna, én... Nem vette föl. Most már nagy a szám. Ha most elvette volna, a rögzítőre is rámondtam volna. A perc. Oké. Na. Még egy név. Ami jön, mondjátok. Jó. Mondjátok. Na, akkor akit még.
még nagyon csúnyán. Igen, nagyon, de szemét ne szúrjatok hátba, ez egy kollektív bocsánat, akik igen, nagyon csúnyán rohadékok úgy árultak el. Akit aztán nagyon a sárva döngöltél megtapos. Mondom, és tudod, most tudod, miért lesz szemét? Mert nem csak őt, hanem a gyerekét is. Érted? Na, mert elővettél egy olyan momentumot, ami ahhoz a gyönyörű, okos, kedves, így aranyos van. Kislányhoz kapcsolódik. Kiszeltünk Fási Zsülikéhez. Soha. A büdös életben nem bántottam Zsülikét, csak bejátszottuk a Hotel Silvert. Így van. Amit ő énekel. Na, hát. De ő akkor hallott egy stúdión kívül először, és nagyon rosszul esett neki. Jó, vezekelek. Oké, utolsó adás. Na, Fási Ádám, tessék. Fási Ádám, rohadjatok meg. Már ezt kinek üzentem. Na. Gyerekek, higgyétek el, minden sztár azt mondja, nem engem a gyerekemet. Persze, persze. Őt is. De most... A vágó sosem mondaná ezt. Fási Ádám. Ó! A mester! Balázs, Morning Show. Jani Feri. Ádám! Szia, hello! Köszönöm, szeretettel bennet. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó az irány! Jó az irány, jó nyomám! Ádám, mikor zavartunk éppen? Mit csinálsz? Most kávézok pontosan, nemrég kettem. Cukorral, tejjel, hogy iszod? Hogy iszod? Mit vigyek holnap reggel? De jó, hogy most nem a retyóval kezdted. Én féltem, hogy a budin ülsz te is, mint a lajcsés. Igen, ez... Ha 10 perc előbb kész, akkor biztosod vagyok. Minden embernek működik a rendszere. Ádám, figyelj ide! Barátom cimborám. Azért hívtunk föl, mert most vezekelnem kell. Vezekelnem kell, mert nagyon sok olyan embert, akit egyébként nagyon kedvelünk, esetleg olyan úton, módon betűni a szánkra, hogy az adott embernek rosszul esett. Mivel mi elmegyünk Afrikába, 9000 kilométer messzi vidék, nem fehér embernek a szó legszorosabb értelmében, nem szeretnénk, ha általunk kedvelt celebekben ez tüske maradna, és azért hívtunk, hogy azt mondjuk neked ti is, nem így van, minket, sajnos minket is belerántott ebbe a dologba. De tudod, hogy mi nem mi voltunk. Hogy ez rajtunk soha nem múlva. Bármit mondtunk, bárhányszor beszéltünk rólad, említettük a Hotel Silvert, téged, a mulató zenét, nem, már nem is tudom, milyen összefüggésben. Szeretünk. És ne haragudj. Mondd ki a szót, hogy... Ugye, én soha nem haragszom, nyugodtan csak csipkedjetek és verjetek össze szavakkal. Ezen nincs semmi gond. Kislányomat ne bántsátok. Na. Hát Zsülikét nem, egyszer csak bejátszottuk egyszer a Hotel Silvert. Igen. És azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy... Hát, gyerekeinket ne bántsuk. Ez igaz. Tök jó, engem igazán. Lehet. Jó. Hát téged meg nem. Szabadon fogunk. Kéknevű magas, kövér, alacsony, minden vagyok. Reket. Dehogy is, imádunk téged is. Nincs semmi gond vele ezzel. Nem... Én nem maradszom a csipkedődnek velem. Őrizd meg bennünket úgy, hogy azért te kedvelsz minket, jó? Miért? Mi javítunk a karmánkon. Tessék? Miért? Mit csináltok? Eltűntök az országon? Ne reménykedj. Ne reménykedj, visszajövünk. Elmegyünk egy hosszabb kiküldetés, és gondoltuk, hogy akkor kicsit most is spontán vezeklünk, és fölhívjuk azon celebjeinket, akiket mi azért itt az évek során kicsit így megmartunk. Jó? És hát te is közte voltál, úgyhogy... Kedvelünk, imádunk. Marjatok, annál jobb a brandépítés. Ezt akkor én fölvettem, és be fogom játszani bármikor, amikor szóba jössz, hogy erre te felhatalmaztál minket. Igen, jó? Nincs semmi gond. Vigyázz magadra, jó? És áldjon meg az Isten veleteket. Áldjon meg a jó viszont, Isten. Viszont. Zsülikét puszíjuk, és csak így tovább. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, szevasz. Csak így tovább, te rohadék. Jó. Na. Még egyet adsz, még egy lehetősége? Mert hogy van még egy olyan pont az életedben, igen, akit aztán tök érdemtelenül, de teljesen érdemtelenül bántottál meg. Rá kell csörögnünk Sanyira. Milyen Sanyira? Torgel, gyerekek. Küldik a hallgatók, gyerekek. Nagyon sok tipp. Mondom igen? Neked érdemtelenül, mert tényleg nagyon jó, igen? A csávó, nagyon őszinte, manír nélküli, jól énekelő. Igen? Nem tudom, kire gondolsz. Annyi mindenki volt. Berecki Zoltán. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Itt vagyunk. Hello, Jani, hello, Feri. Jó reggelt. Az utolsó adásunk ugye tulajdonképpen Magyarországról, aztán elindul dél-afrikai küldetésünk, és 7-8 héten keresztül Dél-Afrikából jelentkezik majd
a Morning Show. Ma búcsúzunk, holnap után Best of, és hétfőn újra reméljük mindenki megérkezik kiegészülve egymással. Dél-afrikai stúdiónkból jelentkezünk hosszú-hosszú heteken keresztül. És nagyon szép gesztus volt tőled ez az előbbi bocsánat kérés szett. Tényleg. Tőlem? Tőletek, szemetek, nem csak tőlem. Én a pokoltüzérégeket így megbe mentek. Végre felébredt a lelkiismereted. Ennyi ember megbántani, jogtalanul. Azt mondja, hogy Nagyvázsony belterületi trafi van, a Veszprém felül érkezőket méri, Geri a kenyeres küldte nekünk. Trafi az M6-os Bátaszéki lejárójánál, elbújtak a híd alá. Mindenki vigyázzon. Mérnek Nagyvázsonynál a Veszprém felől érkezőket? Igen, ezt az előbb mondtam. M6-os 42-es kilométerénél fotóznak. Lassú a haladás a Lánymányos hídra, a Szerémi út totálisan beállt. Ha valaki a Petőfit vele szeretne menni, egy kicsit egyszerűbb, kerüljetek arra. De ráadásul a Lánymányos híd lábánál a Budafokiról se lehet feljutni a Lágymenysídra, mert ott meg baleset van. Úgyhogy a Lágymenysíd elesett a budai oldalon. Nagyon-nagyon nehéz ott feljutni. Rengeteg drukkoló SMS, csak egy-kettő szemezget, a gyerekek, hallgatunk benneteket hétfő mérföldkől, ez drukkolunk, vigyázzatok magatokra. Dél-Afrika király, meg fogtok lepődni, imádni fogjátok, 5 évet éltem ott, jó utat, vigyázzatok magatokra, ha kérdésetek van, keressetek, írja Ildi. Köszönjük. Legyen nálatok a tajkártyátok, ott vagyok, segítek, Mentős Laci. Nagyon drukkolunk, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat, hétfő reggel 6 órakor várjuk az adást Dél-Afrikából. Hajrá, gyerekek! Azt mondja, hogy micsoda, elkevertem. Hajrá, gyerekek! Jani, ne ragadj Münchenben! vigyázzunk egymásra, nem ragadott. Na, jó. Oké, egy név még, egy utolsó. Belejöttem. Nem tetszik, hogy az egész arra kanyarodott, hogy három bocsánatot kérjük, hogy én kérek bocsánatot. Ti nem, mi is itt vagyunk. Cinkosan összekacsintotok azzal, akit éppen hívunk. Nem tetszik ez az irány. Tehát hát úgy indultunk, hogy... Most csináljuk azt, hogy akkor te, és akkor majd a következő afrikai útnál meg majd én, utána meg majd a jó? Ki legyen? Hívjuk a Kozsót? Nagyon sokat bántottunk. Kozsó vagy a Torgella, tessék. Nagyon jó. Sanyi? Nagyon. Hát Sanyira mindenképpen rá kell csörögnünk. Nála többet szerintem senki nem kapott ebben a műsorban. Ő ránk fogja tenni a telefon. Jogosan. Hát hogy? Nézd, de legalább megpróbáltuk. ránk fogja tenni a telefon. Hát de értem, most jó, nyulak gyerek. Vagyunk, hogy nem. De hogy, de senki, gyerekek, ez megy ilyen. Szóljatok a Sanyinak, hogy keressük élőadásra. Ha valaki rokona... Igen, ha ez magánszám, nem tudom, hogy felveszed, de ha valaki küld rá egy SMS-t, hogy mi keressük. Valaki most ott áll mellette a hetesen. Kopogtassa meg a vállát. Na, Torgellit hívjuk. De ő is megérdemel egy... Azt. Így van. Uh-huh. Ezért utálom, hogy magánszámot jelzünk ki egyébként. Bizony. Lehet, hogy már melegít. Hát, vagy tudja, ne, hogy... ne fokozz. Hát labdarúgó, mit csinálna? Jó, ezen nem sértődik meg. Vagy tudja, hogy mi keressük. Figyeljetek, ha valaki hallgat most minket, aki ismeri a Sanyit, dobja már rá egy SMS, hogy mi keressük magánszámra, hogy vegye már föl nekünk, tudja a témát, csak hogy helyesen bocsánatot akarunk kérni, ne haragudja, stb. De írjon már rá valaki, aki hallgat minket, és ismeri a Sanyit, hogy mi vagyunk azok, akik most magánszámról hívjuk, jó? Hogy vegye föl nyugodtan, nyilván, ha tud beszélni, és edzésem van éppen, vagy nem tudom. Jó? Valaki tegye már meg, hogy dobas adjira egy SMS-t, hogy mi hívjuk. Van postája? Kivettük? Aha. Kivettük. Jó. Érted. Valaki kiabálja már be a pályára. Sanyi! Vedd fel! Nem. Ne! A telefon! Na, ezért megint bocsátott kérdezik. Tessék, DJ Dominik vagy Kozsó? Dominik. Kozsó. Te mit tudod, Dominikot mondod? Mind a kettőt. Nem akarod. Még itt a Pozzoli is hozott egy csomó minden állatot, meg itt a Benny közben. Gyorsan. Kozsó úgy is tudja, hogy igazából szeretjük, tiszteljük, becsüljük, és... Dominik. És néha igazat is mondunk. DJ Dominik. Dominik. Jó, legyen akkor. Mit mondtunk rá, gyerekek? Mondjad, kicsim. Hoztál egy sáskát? Kérj bocsánatot anyútól is. Itt a Benny is közben. Várjatok. De itt a Benny közben, mert a Pozzoli hozott egy csomó állatot, a Benny meg bejött megnézni ezeket az állatokat. Na. Hogy jött be? Apu, jó, vagy figyelj, ha most valaki jöjjön tárcsázni, gyerekek. Ha most beszélünk a Várkonyival, ha mondjuk meg neki, hogy a nevünkben kérjen bocsánatot a gózatot, és akkor egy kis talapra intéz. Na, DJ Dominik utoljára. Oké, jó. Gyere, Mano, mutasd! Mano, gyere ide, mutasd! Mit hoztál? Pó. Te nem kicsi. Jó, azt. Én adod a Lacinak a kezére. A Pozzoli odaadott egy pókot a gyerekem? Oda, és... Te normális vagy? Igen, Várkonyi Attila.
Mi DJ Dominiket keresünk, akkor bocsánat. Én lennék pont ugyanaz. Ja, jó, Balázs Morning Show, hello! Szevasztok, jó reggel! Itt a Jani, itt a Feri is, csáó! Miért így? Miért? De akkor miért mondtam el azonnal? Egyszer bocsánatot akarunk kérni, de azt is úgy, hogy közben. Drága Attila, figyelj ide, nem gondolom, hogy minket hallgatsz, szerintem van jobb dolgod, de hogy mi elutazunk Dél-Afrikába, bocsánat, élőadásban, vagy nem is mondtam, csak így rátörünk hirtelen. Szevasztok, hello. Bocs, hogy nem mondtam, élőadásban van. Mielőtt valami kicsúszod, hát profi vagyis, én nem fog. És felhívunk egy-két hírességet, nem mondom, hogy celebet, mert a sokan bántónak érzik, te sem vagy az, akiket mi azért az utóbbi pár évben egy kicsit megmartunk, megcsíptünk, emlegettük őket, és hát te is közte vagy. És azért hívtunk téged föl, hogy ne adj Isten esetleg bármi történne velünk, odakint messzi világba megyünk, Zord-vidék az, hogy bocsánatot kérünk tőled is. És úgy gondolj ránk vissza, hogy azért ezek jó srácok voltak. Megtették, amit megkövetelt vagy a hát haza. Nem voltak jók, de legalább utána bocsánatot kértek. De srácok. Igen, de srácok. Igen, de srácok. Legalább bocsánatot és kértek. Rengetegen küldték a te nevedet is, hogy igenis tőled is. Mert hogy a hallgatói küldik nekünk a neveket, akiket ugye mi hívjunk föl, és te is közte voltál. És ezen felül picit tartunk attól, hogy esetleg Afrikában megtűz minket a nap, és hogyha esetleg a kobakkendő szállítod meg a címét. Meg... Hogy érted, javítok a helyzetet, dolgozom rajta, ez erre bevered a kobakkendő. Attila, veszi a lapot, nem kell tőle tartani. Hogy elfogadod ezt tőlük, mit mondasz rá, ránk vágod a telefont, mit mondasz erre? De vágom rátok a telefont, egyáltalán nem. Egyébként én szoktam hallgatni néha a műsorotokat. Ma is volt egy fél óra, amikor emlékeztetek a 70-es, 80-as évek ebédjére. Igen, hogy mit hallgattak a szüleink a konyhában, igen. Igen. Szívem egy vándor cigány és társai, úgyhogy abszolút. Nálatok ez benni. Na jó, akkor rád is úgy gondolhatunk vissza, hogy de jó már őse. De jó már... De akkoriban se igazán. Tehát amikor szóba kerültem, és emlékszel arra a kis tortás kendős jelenetre, én azt komolyan gondoltam, hogy... Tortás kendő, segíts, mit megkaptunk. Hát kaptunk ajándékot. Tudom, küldtél, és én mondtam rá valami rosszat? A születés, nem, akkor nem. Ja tényleg, te küldtél? Akkor nem. Tényleg, de helyes voltál, te küldtél a születésnapunkra ajándékot, tortát, kobakkendőt, egy csomó mindent. De Balázs nem beszertes. Mindenki kapott névre szóló kobakkendőt. Bizonyán, meg is van, azzal alszunk. Én még emlékszem, mondtam is, hogy milyen jó arc vagy, hogy azért téged megmartunk, de veszed a lapot, és egyébként közben még ajándékot is küldesz. Milyen jó lenne, ha a hazánk kicsiny, sokszor kissé száraz, humortalan celebvilága egyébként így működne, mint Amerikában, hogy mindenki veszi a lapot, visszaszól, röhög egyet, és nem ilyen vérig tartó, ilyen hülyes sértődés és a azt mindenből. Azt is mondta, hogy Jézusom, puncs utálom. Igen, és szétkentem az ablakon. Igen. Így van. Na jól van, szóval... Miért nem csokit küldték? Igen, szóval igen. Kedvelünk, szeretünk, jó? Csak ezt akartuk elmondani. Szépen, nagyon vigyázzatok, tudom, hogy mentek Afrikába, úgyhogy óvatosan mindennel ne egyetek meg bármit. Igen. Nem európai gyomornak való az, igen. Köszönjük, drága vagy, vigyázz magadra. Nagyon szívesen, szevasztok, nagyon köszönjük. Jó. Köszönjük, DJ Dominik, Várkonyi Attila, köszi, ciao, hello. Nagy kalappal, bocsánat. Hagyd abba, tényleg hagyd abba. Jaj, Istenem. Na mi, megpróbáld még egyszer Torgellét? Hát, ha szóltak neki? Persze, meg hát, ha szóltak neki, és akkor Kozsot még féljük. Na jó, hát az... Hajdú is jelzett, hogy várja a hívást, mert bemondaná a következő frizbi. Most műtötték a lábát, most nem érve. Tényleg? Igen, és annyira jó volt a Peti, csak azért, hogy így nehogy megsértődjön, hogy azt mondta, hogy őt nem lehet fotózni a kórházi ágyon, csak a gipszelt lábát. Hogy kimaradt egy sztori címlap most? Nem, most kértünk bocsánatot, ne kezdjünk el meg, hogy most kit hívunk? Sanyi. Tőle nem kértünk bocsánatot. Sanyit még egyszer? Igen, hogy hát, ha szóltak neki. Nem, gyerekek, nem veszi fel. Jó. Na mindegy, hát ja. Valaki majd mondja meg a Nemzeti Sportszerkesztőségéből. Gyerekek, miért írjátok ennyien a Kozsót? Ezt most komolyan nem értem, én nem bántottam. Aha. Hát ki? Hát. Sok SMS-t kaptunk. Igen. Jó, utolsó. Sok SMS-t kaptunk. Ugyanarról a számról. Most azt hívjuk. De mi, hogy zed ki, és így letérdelteti Lady Gagát, és bepereli, és Lady Gaga rettek, ha meghallja ezt a nevet Amerikában, hogy zed ki ezek? Hát ez nem bántó, hát de ebben semmi nincs. De akkor zed kitől kell elnézést kérni, nem Kozsótól. Kérjük meg, hogy Kozsót adja zed ki. Így van. Skizofré. Tessék, ő is pici skizoid, de az a, hogy paranoid skizoid. Halló.
Halló, jó. Jó reggelt, mi a Kozsót keressük, nem tudom, jó helyen vagyok-e. Szia, Kozsó vagyok, hello. Kozsó, nem ismertem meg a hangodat, hello. Hát mert most mutálok, tudod. Ja, azt hittem, hogy nem ettél elég rosszat, és te is a budilusz is kicsit. Kozsó! Na, a nevetés, jó. A na, nevetés na, a régi. Kozsó! Jó van. Hello, Kozsó! Köszöntöm a hallgatot. Szia! Élőadás vagy, mit csinálsz szépen? Hát most befejeztem a reggeli biciklis edzésemet, kint voltam a Dunaparton, tekertem néhány kilométert. Ja, de semmi, csak. Figyelj, most Kozsó! Mi? Figyelj, drága Kozsó! Nagyon sok mindenkit fölhívtunk, és a te nevedet is küldik folyamatosan, hogy még tőled is, mielőtt mi elbúcsúzunk, és áttesszük székhelyünket majdnem két hónapra Dél-Afrikába, hogy még tőled is utoljára. Elnézést kérjünk, nem értem. Hogy bocsánatot kérjünk, és elmondjuk, hogy mi azért itt a Morning Show-ban téged is nagyon kedvelünk. Ha bármi olyan elhangzott veled, vagy partnereddel, Zetkivel kapcsolatban, bármi olyan, ami sértő volt, dehonestáló, bántó, akkor azt kell mondjuk, hogyha itt lennél most, nagyon megszorongatnánk, és téged is nagyon kedvelünk, és ne haragudj ezért. Komoly az éjszak, és az tényleg? Na. Halló? Ez megint valami... Nem, semmi, az ég egy adta világon, és ha beszél Zetkivel, neki is mondd meg mindenképpen, hogy ugyanezt gondoljuk róla. Én nem haragszok egyébként. Van egy jó stílus, amit felvetetek, ami tökéletesen működik nektek. Egyébként, úgyhogy ez ennyi. Tehát Amerikában erre külön műfajok rendet kell menni. No, végre valaki a kedvencemet mondja. Sajnos mi még nem jártunk arra az Zetkivel. Utálok Amerikával példálózni. Azért természetesen, hogy méltassák is azt, akit egyébként egy kicsit kicikiznek, de ez a világ legtermészetesebb dolga. Egyébként én is, mindegy. Én nem szoktam megbántani embereket, de amikor a ti csináljátok, azt néha valóban bántóan csináljátok. De egyébként meg ettől jó. Ettől jó műsorotok meg ettől jöttök is. Hú, nagyon fura a hangod, veszed a beszélgetés? Rögzíted? Kicsit olyan, mint a... Igen, mint a szólna a rádió egyszer, igen. Nem veszem a beszélgetés. Kéne, hogy vegyem. Olyan, hogy jobb, hogy most tök őszintén hívunk végig mindenkit. Hogy mentek ki Afrikába, én is voltam kint jó néhány évvel ezelőtt, pont a dél-afrikai részen, ott szálltunk le, és csodálatos. Úgyhogy kemény lesz, az biztos. Kemény lesz. Nem nektek, hanem a versenyzőknek. Hát nekik még keményebb, igen. Biztos tetszeni fog ez a dolog. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy így gondoltatok rám. Igazándiból még mindig nem értem a lényegét. De... Ne vicc, nem is kell. Ez már olyan reggel, hogy ma a gyerekek, itt senki nem ért semmit, mi se, de hogy kedvelünk, szeretünk és pucilunk. Így jó? Van. Nagyon szépen köszönöm, és én is ölellek és puszilok benneteket, a lelkem rózsakertje most fölvirágzott. Ez az igazi Kozsó. Ez vagy te igazából, így van. És ráadásul úgy gondolja, hogy nincs is miért bocsánatot kérünk, úgyhogy sztorna. Felejtsd el az egészet, dehogyis. Kozsó, imádunk, jó? Vigyázz magadra, és add át Zetkinek is, add át, hogy őt is. Jó, csáó! Kozsó, hello! Ez az, látod, milyen rendes volt. Tisztán állok az úrszín előtt. Tisztán még nem. Letettem a karvámat, nem, felvettem egy hülyet. Nem. Tisztán még nem, mondom, mert tudom, ugye még... egyrészt a torgállás, annyi, hát ő már föl se vesz. Így van. És hát a... Hát vannak gyereke. Még néhányan, de sajnos legtöbbüket nem tudjuk hívni, mert egyrészt időhiányában, másrészt, hogy Attist is akartuk hívni, de megint elrabolták az UFO. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.